Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, ez itt ismét a Nők kétszer. Idén utoljára találkozunk, de izgalmas témákkal készültünk. Mai adásunkban masszázsra hívjuk nézőinket, különleges karácsonyi finomságokat készítünk, beszélgetünk az elmagányosodás problémájáról, és Borkai Petrával készülünk az ünnepekre. A rohanó mindennapokban mindig jól esik egy kis testi-lelki felüdülés. Ilyenkor a legjobb választás a masszázs, na de nem mindegy, hogy milyen masszázs. Bizony nem mindegy, azért sem mindegy, mert a lelki állapotunkon is nagyon sok minden múlik. Kérdezzük Kengyelné pap Mónikát, akikhez ellátogattunk ide a masszázsszalomba. Nagyon-nagyon jó helyen vagyunk, Sóbarlang, ez a légutaknak is nagyon jót tesz. Na de a lányok mivel kezdték el a masszást? Most a lányok az aromaterápiás fogyasztómasszást fogják bemutatni nektek, de egyébként egy állapotfelméréssel szoktuk kezdeni mindig, ami arról szól, hogy aki beérkezik ide hozzánk vendég, őket behívjuk ebbe a szobába, megnézzük, hogy milyen az izomzata, milyen a kötőszövete, mennyi a zsírlerakódása, csinálunk egy ilyen anamnézést, hogy mégis mire van szüksége, mit szeretne ő is ebből az egész terápiából kihozni. És mindenkinek célzottan, saját magára szabottan állítunk össze egy csomagot, és ezekkel a csomagokkal dolgozunk utána. Szeretném is mondani, hogy például az állapotfelmérő masszázsoknál ezekkel az olajokkal dolgozunk, illetve már a méregtelenítési kezeléseket is ezekkel az olajokkal végezzük, hiszen ezek elősegítik az izzadást is, és a másik szobába a hőpaplan segítségével ez az izzadás fokozódik, ezáltal a méreganyagok gyorsabban távoznak a szervezetből. Például csinálunk kezeléseket, szőlőmagos kezeléseket, csinálunk relaxáló kezeléseket, feszesítő kezeléseket, amik meg megint csak kötőszövet regenerálók, illetve vannak csokoládé mézkrémeink, amik a bőr fiatalítására és fiatalon tartására alkalmazzuk, ezek testtekercseléses eljárások, illetve itt is nálunk is szerepel, mint minden más szalonban a paprika. A paprikának ugye hát van, aki szereti, van, aki nem, a vendégeknél, és azt nagyon ki kell előre kérdezni. Próbát, mintát mindig felteszünk, hogy egyáltalán bírják-e. Úgyhogy ezekkel a krémekkel dolgozunk, illetve az őszünknek és a télünknek az újdonsága a szőlőmagolaj, amit egy borterápiába rejtettünk bele, ahol egy peeling masszázzsal kezdünk, utána van egy testpakolás, és a pakolás után ez egy ilyen gélszerű lesz, ezt lehúzzuk a bőrről, és utána még egy ápoló olajos bemasszírozás történik. Annyit tudni kell, hogy a kezeléseink azok minimum egy órások. Nem szoktuk elkapkodni, és nem szeretem ezt az egész folyamatot elsietni, hiszen mindig az a fontos, hogy aki ide érkezik, ha pihenni szeretne és pihenésre vágyik, akkor azt a részét kapja meg, hogyha arra a részére vágyik, hogy sokkal több hatóanyagot vigyünk be a szervezetbe, akkor azokkal dolgozunk inkább, illetve tényleg ez a testi-lelki harmónia elérése és megtartása a fő cél. Ez egy hidratáló folyamata is a testnek? Természetesen, igen. Ugye kollagénes krémekkel is dolgozunk, és itt tudni kell, hogy először mindig a méregtelenítésre tesszük a legnagyobb hangsúlyt. Tehát amikor már a szervezetből a méreganyagok távoznak, és fellazítjuk egy kicsit a zsírsejteket, mert ugye ez nagyon fontos, hogy nem a meglévőre dolgozunk rá, hanem fellazítjuk a zsírsejteket, utána tudunk feszesíteni, utána tudunk regenerálni, és utána tudunk táplálni. Tehát ahol más szemszöggel dolgozunk, biztos, hogy nem hosszú távon vannak szép eredményeik. Tehát itt teszek ezt a sorrendet mindig kötelező betartani. Azért a masszázs alapvetően egy kellemes érzés, de van, amikor azt mondjuk, hogy fáj, mert mondjuk egy olyan fázist értünk el a testen? Így van, meg például ez is testtájaktól függ. Tehát nálunk is például a cellú masszázsoknál, ugye ott például ezzel a pip ízülettel dolgozunk, és ott az mindenképpen kellemetlen, főleg az elején, amikor még a méreganyagok ott vannak a combon, illetve a fenéken, hiszen ezeket a fogásokat ott alkalmazzuk. A négykezes masszázs az nem egy elterjedt masszázs.
Nem, a négykezes masszázs ez nagyon ritka, egyébként az országban is. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, és bárhol dolgozunk, mi ezt mindenképpen visszük is magunkkal, hiszen itt a két agyfélteke egyszerre kapja azt az információt, hogy dolgoznak a szövetek között. És tehát a jobb és bal oldal egyszerre lép így működésbe, és a méregtelenítési folyamat is sokkal gyorsabb. Sokszor ezeket a folyamatokat viszont gépek is segítik, és itt a szomszéd szobában is van egy ilyen gép, úgyhogy én tanácsom, hogy akkor most nézzük meg azt is, hogy mit tud. Jó. Új helyszínen vagyunk, és egy gépet mutatunk be. Az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk nagyon sokat enni. Ez a gép segít egy picit letornázni a felesleget? Így van, ez a gép pontosan erről szól. Amikor már a manuális nyirokmasszázssal kiméregtelenítettük a szervezetet, akkor utána elindulhatunk azon az úton, hogy feszesítünk. A feszesítést, illetve a kötőszövet feszesítést és méregtelenítést végezhetjük ezzel a géppel. Ennek a gépnek több funkciója van, mi a beauty programját szoktuk használni, ami egyértelműen arról szól, hogy körfogatot csökkentünk vele, cellulitis tüntet el, narancsbőr cellulitis eltüntetés, inkább ezt most már így kell használni, ugyanis a kettő között van hatalmas különbség, illetve a striás csíkok is meghalványodnak, ami ugye a szülés után nagyon fontos a nőknél, hiszen a nőiességüket szeretnék mi hamarabb visszakapni, és a szoptatás abba maradása után ők az elsők, akik itt jelen vannak a szalonban. Itt a helyebb. A vendég egyébként ilyenkor egy különleges ruhába bújik bele, erre miért van szükség? Ez a speciális pamut ruha, ez arról szól, hogy megvédi a bőrt, illetve észre lehet venni a már az első kezelés után is, hogy ahogy dolgozik a kolléganő, már érezhetően a bőrnek a minősége is nagyon sokat változik, nagyon felpuhul, de nem meglazulással, hanem nagyon felpuhul és sejmessé is válik. Akkor jövünk mi is. Én itt leszek. Köszönjük. Várjunk benneteket szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. A helyszín biztosította a Yakuza Fight Club and Spa. A Giardino Pizzeria nem ismeretlen a Győr Plusz televízió nézőinek, és ma a nőkétszer stábja is ide az étterembe látogatott, ugyanis itt vannak már az ünnepek. Itt vannak az ünnepek, és itt van velünk Lang Tamás séf is. Hát én nagyon szeretem a szépen terített asztalt. Egy picikét oszd meg velünk azt, hogy hogyan készül az ünnepi teríték nálatok. Hát nagyon egyszerűen, tehát minden családias hangulatban várjuk az ide látogatott vendégeket. Teljesen előételeink közül is lehet választani, akár levesek között is nagyon sokféleképpen. Fokhagyma, még krémlevestől kezdve bármit meg tudunk csinálni a ide látogatott vendégek számára. Incsiklandó az étel, mi ez? Mit tálaltatok fel nekünk? Ez egy lazac falatka, karácsonyi lazac, például ez lesz a szilveszteri menünk is. Egy oliva, ilyen különleges oliva olaja van leöntve szarvasgombával, amely kimondottan jó ízt ad a kajának. Egy nagyon könnyű elkészíteni ezt az ételt. Bárki otthon nekiállhat egy egyszerű lazacora, rá van helyezve egy uborkaszelet, rizs, ami meg van párolva, és az össze van tekerve, és ilyen egyszerűen lehet tálalni, és nagyon finom. Tehát nem csak kimondottan a karácsonyhoz közeledve a ponty, vagy bármilyen keszeg, vagy különböző magyar ételeket, hanem egy ilyen sushihoz hasonló mediterrános ételt is el tudunk képzelni a karácsonyi hangulatba. Akár aki ide jön, ide látogat, meg is tudjuk neki csinálni. Most már azért egyre többen nyitnak szerintem a külföldi konyhák felé is, ugye? Igen, jól látom. Igen, muszáj, mert hát tényleg a karácsony mellett nem csak a tényleg a rántott dolgok, hanem ezek a különleges halas előételek is piacra kerültek, és nagyon finomak, nagyon ízletesek. És rendkívül egészséges is. Igen, hát nem véletlenül, mivel hát tényleg a lazac magában is most már bárki számára megfizethető, tehát egy nagyon könnyen elkészített étel is. Mégis a karácsonyi étel az a magyar konyhán nem a lazacról szól, de aki ilyen kis különlegességekre vágyik, az itt is megkóstolhatja. Megkóstoljuk? Kóstoljuk már. Jó. Egészségetekre, jó étvágyat. Nagyon szépen köszönjük.
Magyarországon a karácsonyi pulyka nem annyira elterjedt, mint ugye hát inkább a töltött káposzta. Mi nem töltjük a pulykát, mi a töltött káposztát esszük inkább előszeretettel. Miért van ez, hogy egyes államokban, országokban a pulyka lett, nálunk pedig a disznó ennyire népszerű? Hát ez kimondottan a magyar kultúrára visszavezetve. Általában igen, nálunk a kocsonya, a különböző disznótorocs, vagy töltött káposzta a karácsonyi menü általában. De kimondottan a tésztafélékre is rá szeretném hívni a figyelmet, mivel nagyon finom tésztaféléket is el lehet csinálni. Kimondottan a magyaros ételekkel, mondjuk egy borjú pogácsával, vagy ilyen ropogóssal, tehát egy erdei gombával nagyon finom étel bárki számára. Finom, tehát azért mondom, hogy inkább erre is felhívnám a figyelmet, mert ízletes és finom. Akkor most azt tanácsolom, Andi, hogy kóstoljuk meg ezt a finomságot is. Szerintem igen, nincs ellenedre. Én a húsikát nagyon szeretném. Igen. Jó, akkor én pedig megkóstolom a tésztát. Rendben. Jó étvágyat. Köszönjük. Karácsonyi puding, mézes kalács, beigli, lehetne annyi mindenről beszélni, hogyha már az ünnepekről beszéltünk és szót ejtettünk. Most mit fogunk kapni, mi fog érkezni, mi a specialitásotok? Hát kimondottam megint szintén olasz jellegű édesség, a tiramisut tudnám ajánlani, amely szintén a szilveszteri menü sorba benne fog lenni. Tehát ez a specialitásunk nagyon finom, tényleg nagyon szeretik is. Ehhez is kívánok jó étvágyat. Hogyan készül egyébként egy jó tiramisu? Hát mascarpone-t mindenképpen tartalmaz, a többi már egy kicsit házi titok, és tényleg kóstoljátok meg. Miért van más formája ez a ti dizájnotok? Nagyon helyes, nekem igazán tetszik. Nem, hát sok öntetet mindig mindenre szoktunk önteni. A havasz díszítésnek van rajta, tehát ez a dizájn. Ez a saját dizájn. Igen. Akkor kóstoljuk meg! Átértünk egy kicsit ide a pulthoz, hiszen jó vacsorához dukál egy nagyon finom nedő is, ugye Tamás igazán? Így van. Például lazac után szintén ajánlhatnám a rozé borunkat, amely kimondottan megint borjú vagy lazac mellé tudom ajánlani. Tehát bármilyen kétfajta kaja után bármilyen elfogyasztásra nagyon szívesen ajánlom. Most mivel fogunk kattintani? Mit szerintem kapunk? Rozét fogunk ajánlani, mivel eleve marinált lazac volt, meg borjú. Akkor szeretnék titeket meghívni, és kellemes ünnepeket kívánni a Györkusz nézőinek. Egészségetekre! Kellemes ünnepeket! Egészségetekre! Kellemes ünnepet kívánunk! Egészségetekre! A helyszínt biztosította a Giardino Pizzeria. A karácsony az ünnepek a családról, a barátokról szólnak, de sajnos nem mindenki teheti meg, hogy szeretteivel töltse az ünnepeket. Valastyán Beátát kérdezem arról, hogy miért fontos, hogy figyeljünk azokra az ismerőseinkre, akik magányosan töltik otthon az ünnepeket. Hát ha betegek, és azért töltik magányosan, vagy nagyon idősek, akkor ilyenkor, mivel a család és a szeretet ünnepet, tehát Jézus születését ünnepeljük, és ugye ezáltal a Szent Család, a család ünnepe, az embereknek a magány sokkal erőteljesebben jelentkezik a magány érzése, mint a pörgő hétköznapokon. Ilyenkor sokkal több az öngyilkossági gondolat és az öngyilkosság veszély. Ezért is nagyon fontos, hogy figyeljünk a környezetünkben élő magányosokra, akik nem biztos, hogy mindig csak az egyedülállók, a magányosak, lehet valaki magányos egy családon belül is, tehát azt gondoljuk, hogy van családja, és mégis mondjuk egyedül tölti az ünnepeket. Szakemberként egyébként hogy látja ez? Gyakori probléma napjainkban? Gyakori probléma az elmagányosodás, tulajdonképpen ez már az előző századnak is a nagyon komoly betegsége és problémája volt, és hogyha megnézzük a világot, hogy milyen irányba tendál, akkor telefon, internet, televízió,
és az emberek nyomogatják a gombokat egyedül általában. Nem veszik föl, vagy nem veszik föl a cipőjüket, hogy mondjuk elmenjenek és meglátogassák a barátaikat, hanem esetleg e-mailezgetnek velük, és sajnos ez egyre rosszabb irányba halad. Tehát én úgy gondolom, hogy aki magányos, ha csak nem nagyon súlyos beteg, akkor saját maga is tehet arról, hogy elmagányosodott, és hát nem karácsonykor kampányszerűen kell elsősorban tenni arról, hogy ne legyünk magányosak, hanem évközben is el kell gondolkodni rajta, ha nem megy egyedül, akkor szakember segítségét kérni, de számtalan lehetőség van arra, hogy kapcsolódjunk más emberekhez, hogy ápoljuk, vagy felelevenítsük a régi barátságokat, kapcsolatokat, családtagjainkkal megfelelő kapcsolatot ápoljunk, akkor valószínű, hogy nem kerülünk karácsony tájékán olyan nehéz helyzetbe, hogy magányosak leszünk. Természetesen nem azokról, az idősekről beszélek, akiknek meghaltak a családtagjaik, meghalt férjük, feleségük, és teljesen egyedül magányban töltik az időt, de nekik is lehetőségük van arra, hogy ezen változtassanak. Fel lehet keresni olyan szervezeteket, ahol lehet jótékonykodni, lehet mondjuk akár hajléktalanoknak, vagy nagycsaládosoknak, vagy akár, ha valaki az állatokat szereti, el lehet menni állatmenhelyre, és akár elhozni onnan kis állatot, vagy örökbefogadni, hogyha annyira egyedül vannak. Betegség betegséget szül egyébként? Tehát van olyan, hogy előjön egy újabb diagnózis a magányból? Valamiféle betegség lesz? Bármiféle. Hát mondjuk a nagyfokú izoláció az általában a súlyos depressziókra, hangulatzavarokra jellemző, aminek nyilván van előzménye. De az, hogy valaki teljesen elmagányosodik, az mindig egy folyamatnak az eredménye. Tehát nem egyik napról a másikra zajlik ez, és aki a környezetében él, annak ezt látni kell, észre kell venni. De úgy gondolom, hogy ez egy külön szakma, ugye a krízisekkel foglalkozni, vagy öngyilkosság krízisekkel, mindig felkeres vagy megkeres valakit, ha más nem, akkor az orvos tud róla, vagy szociális gondozó, hogy teljesen egyedül él, vagy valamelyik családtag. Tehát van lehetőség arra, hogy valaki jelezzen, és megpróbáljanak neki segíteni. A kapcsolatokat ápolni kell. Tehát nekem ez a monomániám, hogy napi szinten, igen, napi szinten. Tehát nem akkor kell eszébe jutni, hogy van egy barátom, vagy van egy rokonom, vagy van egy családtagom, amikor jön a karácsony, meg a szenteste. Egész évben eszünkbe kell, hogy jusson, föl kell, hogy hívjuk, meg kell, hogy keressük, beszélgessünk vele, minél többet, minél több időt töltsünk együtt, még ebben a rohanó világban is van rá lehetőség, és akkor biztos, hogy nem lesz olyan csapda, hogy karácsony előtt meg akarjuk keresni, és akkor azt mondja, hogy hát ő most elutazott, vagy nem ér rá. Ápolni a kapcsolatokat, ezt tartom a legfontosabbnak. És aki magányos, az egy kicsit gondolkodjon el azon, hogy ő miért lett magányos, és mi az, amin változtatni tud ebben. Még egyszer mondom, hogy ha nem tud egyedül, akkor lehetősége van szakember, pszichológus, pszichiáter segítségét igénybe venni. Balastyán Beáta, köszönjük szépen! Én is köszönöm! A helyszínt biztosította a Pálció étterem. Átváltoztatjuk rovatunkat, az ünnepre való tekintettel egy kicsit megreformáltuk, hiszen ma mi hívtunk vendéget. Nem más, mint Borkai Petrát hívtuk meg. Itt most már nagyon nagy a készülődés, karácsonyi hangulat és meg annyi színes dolog, ami Petrára kerül majd. De Petra, egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogyan készülődsz a karácsonyra, hogyan készülődsz a szilveszterre, mit szokott ilyenkor csinálni az ember? Bennem mindig van egy olyan vágy, hogy adventkor egy kicsit megújulok. Benned is vannak ilyen jellegű dolgok? Általában én már novemberben el szoktam kezdeni így készülődni tulajdonképpen a karácsonyra. Az ajándékokat általában össze szoktam írni, hogy kinek mi a kívánsága, vagy kinek mi lenne jó esetleg. De így tulajdonképpen így ruhában így nem szoktam így gondolkodni, hogy mit fogok aznap este felvenni. Tulajdonképpen nekem szenteste általában ugye otthon van a család, akkor általában inkább ilyen kényelmesebb ruhát szoktam felvenni, inkább
inkább nadrágot és egy csinos felsővel, de amikor mondjuk rokonlátogatásba megyünk, akkor már inkább jobban kiöltözök, és inkább jobban mondjuk egy ruhát veszek fel, egy elegáns csinos ruhát. Általában így szoktam készülni. És hogy állsz a sminkkel? Sminkeléssel? Általában inkább így a natúr sminkeket szeretem. Buliba vagy szilveszterkor, akkor inkább erősebbet, de így amikor karácsony van, akkor inkább szeretem az ilyen elegánsabb sminket. Van szépség trükköd? Árulj el nekünk valamit. Nincs feltétlenül így szépség trükköm. Tulajdonképpen én kezelésre szoktam járni. Van egy nagyon-nagyon jól bevált kezelés, egy ilyen tőzeg kezelés. Ez egy, tulajdonképpen az egész testedet szokták bekenni, és ez egy méregtelenítő, tulajdonképpen van benne feszesítő program is, és én ezt nagyon kedvelem, és érzem a hatásán, hogy tényleg energiával vagyok feltöltve. Azt mondtad, hogy nem szoktál olyat kitűzni ilyenkor évvégén, hogy most akkor megújulok, akkor attól nem kell férni, hogy jövőre mondjuk szőke leszel. Nem, egyáltalán nem. Én nem szoktam így új évkor kitűzni nagyobb célokat. Általában, hogyha van egy célom, akkor nem tulajdonképpen januárba tűzöm ki. Mivel hogy még nem igazán tudod, hogy hova fogsz menni szilveszterezni, és hogy fogsz egyáltalán elindulni otthonról, akkor most mi egy kicsit segítünk neked, hiszen egy nagyon jó sminkes segít majd neked, hogy eldöntsd, hogy mégis milyen színekbe indulj útra szilveszterkor, vagy akár karácsonykor. Köszönöm szépen! Először az alapozással kezdünk, jó Petra? Szépen alapozzuk a bőrödet. A szemzugba mindig világos színt teszünk. Karácsonyra mindig egy kicsit ünnepélyesebb, natúrabb sminkeket készíthetünk, viszont a szilveszterre lehetnek dögösebb sminkek. Elkészültünk Petra a karácsonyi sminkkel. Kellemes ünnepeket kívánunk neked és az egész családodnak. Elkészült az ünnepi smink, most Petra haját változtatjuk át, de hogyan? A haj kapcsán Ági és Nonó lesz segítségünkkel. Csajok, hát Petrának nagyon szép haja van. Mi mindent lehet az idei trend szerint csinálni az ő hajával? Az idei trend abszolút a fonásokról szól, a fonások nagy reneszánszát élik most ebben az évben. Amikor ilyen szép hosszú hajjal dolgozunk, akkor törekszünk arra, hogy ezt a szép hajat megmutassuk, ne tűzzük fel, és igazából látványos legyen a frizura. Viszont ebbe apró ötleteket bele lehet csenni egy-egy fonással, egy 3-as, 5-ös, 11-es fonással, egy aszimetriát lehet kialakítani a frizura készítés során, amikor csak egy oldala van eltűzve a frizurának, és a másikon szépen leomlik a vára. Ugye nagyban függ attól is, hogy milyen ruhát vesz fel az illető hölgy, aki a frizurát viseli, és általában a frizurának, a sminknek és a ruházatnak összhangba kell lenni, és erre törekszünk a frizura készítésnél is. A lágy nőies frizurát mondhatom azt, hogy talán a legjobban ebben az évben mutatkoztak meg az utca forgatagában, akár a simán kibontott hajat, vagy szépen feltűzve, mindenhogyan hordják a hölgyek. Nonóval nagyon szeretitek az extrém frizurákat. Petrának milyen hajat álmodtatok meg? Arra gondoltam, hogy a hajának az elejét bekreppelem, és aztán így lefonom, így egészen így az arcába. Ezt a részt így eltűzöm az egyik oldalra. Begöndörítem, és felhúzkodom, és ez egy kicsit olyan kócosabb hatást nyújt. Itt jön elő ezzel a technológiával, ezzel a technikával, azt a hatást tudjuk elérni tulajdonképpen, hogy dússá tesszük, hogy tömörré tesszük, hogy látványosan nagy volumen tudunk elkészíteni a hajból. Úgyhogy ezt gondoltuk Petrának. Kíváncsian várjuk. Lássuk. Igen.
Petra haját és sminkét már elkészítették a hozzáértő szakemberek, most következik a ruha kiválasztása, de mi alapján választunk ruhát? Ebben lesz segítségünkre állandó tanácsadónk Egyházi Anita. Anita, akkor mit tanácsolnál Petrának? Mi idén a trendi, mi az, amiben jól érezheti magát esetleg egy szilveszteri bulikor, vagy egy karácsonyi rokonlátogatáskor? Petrának azt tanácsolnám, hogy most ebben az időszakban, ebben a karácsony előtti időszakban egy kicsit finomabb, kicsit látványosabb ruhadarabokat is lehet hordani extrább kiegészítőkkel. Akár egy buliba, vagy akár egy családi látogatáson egy finomabb blúzt ajánlanék, amin zsabó van, egy kicsit aranyosan csillogó kiegészítővel, övvel. Aztán egy buliba ajánlanám ezt a nagyon vagány bőr csikos nadrágot, ami most nagyon trendi. A blúzra fölvehetünk még egy mellényt, ami még a látványt fokozza egy kicsit. Idén a nagy kiegészítők is divatjukat élik, és gondolom, hogy 2013-ban sem lesz ez másképp. Az üzletben is nagyon-nagyon sok ilyen kiegészítőt láthatunk. Most tényleg divat a nagy? Igen, nagyon divat. Minél extrább, elegánsabb kövekkel, erős arany díszítőkkel, és egy egyszerű ruhát is feldob. Akkor nézzük meg, hogy mit választunk Petrának. Közben mi is választottunk egy-egy kiegészítőt magunknak, mi nagyon jól érezzük magunkat benne, de Petrára vagyunk igazán kíváncsiak, hogy ő hogyan érzi magát azokba a ruhákba, amiket választott. Neki a stylist. Nagyon jól érzem magamat ebbe a szedbe. Tulajdonképpen számomra ez egy kicsikét kényelmesebb, mint a másik. Ez egy kicsikét olyan nem olyan elegáns, hanem egy kicsikét lazább stílus. Nagyon kedvelem egyébként ezt a stílust is, de szeretem azt is, amikor ki kell valahova öltözni, és akkor elegáns egybőruhát kell felvenni. Akkor most már tudod, hogy miben fogsz elmenni szilveszterezni. Igen, most már jó sok ötletet kaptam, úgyhogy most már tudom. Köszönjük, hogy velünk voltál. Én köszönöm. Az átalakításban segítségünkre volt az Aura Szépségszalon és a Modiani. A stílusos elegancia. Kedves nézőink, ennyi fér decemberi adásunkba, de egy kis meglepetéssel még a végére készültünk, érdemes figyelni játékfelhívásunkat. Játékkérdésünk a következő. Milyen masszást alkalmaznak a jakuzában, mely Magyarországon is egyedülálló? A helyes megfejtők között egy 20 alkalomra szóló sóbarlang bérletet sorsolunk ki, továbbá egy 8 alkalomra szóló bérletet a PPD-től, és egy darab 10 000 forint értékű utalványt a Páció jóvoltából. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 2013-ban, tudják, ismét lesz a nőképszer. Boldog karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál. A műsorvezetőt a Mayo Chicks és a Rouge öltöztette. Rouge, stílus, divat, elegancia.